Rendhagyó kiállítás megnyitó várt azokra az érdeklődőkre, akik elmentek az Erzsébet királynét bemutató tárlat nyitó ünnepségére. A különlegességet az adta, hogy maga Erzsébet királyné, azaz közismertebb nevén Sziszi is megjelent a kiállításon. A gyönyörű magyar királyné társalkodó nője Ferenczi Ida kísérte el a Békehotelbe. Erzsébet királyné és társalkodó nője Ferenczi Ida érkezett meg a Békehotelbe. Természetesen nem a 19. században élt kékvérű hölgyek látogattak el Hajdúszoboszlóra, hanem napjaink két Sziszi rajongója személyesítette meg őket. Erzsébet királyné szerepében Kordásnyi Szász Melindát láthattuk, udvarhölgyét, a magyar Ferenczi Idát pedig ördögné Vilman Melinda keltette életre. A két hölgy beszélgetésén keresztül végigkísérhettük Erzsébet királyné egész életútját, bepillantást nyerve magánéletébe is. Felséget szépségének sok csodálója akad. Nem kisebb emberek, mint Beák Ferenc, a haza bölcse, vagy Andrássy Gyula gróf. Igen, Andrássy, a szép gavallér. Róla egy kedves anekdóta jut eszembe, melyet egy versenben örökítettem meg. Aproposz, egy szócska gróf Andrássyról. Éjjel sétál Jerikóban, száll egyedül fesztelen. Reggel tér meg sátorába, s lábaszára mesztelen. Kalpag és Attila nélkül, mély, pikáns és csodaszép. Fensterlizve rajta kapták, grandiózus csataképp. A beszélgetésből sok mindent megtudtunk Erzsébet regényes életéről, házasságáról, a császári udvarhoz való viszonyáról. A társalgás mellett tárgyi emlékeken keresztül is bepillanthattunk Sziszi életébe. A kiállított darabok között voltak kultikus és antik tárgyak, mely Erzsébet eljegyzésétől a haláláig tartalmazott relikviákat. A leglátványosabb darabok közé tartoztak a horgolt babaruhák. Ezek az apró darabok Erzsébet királyné ruháinak kicsinyített másai. A Sziszit megszemélyesítő Kordásnyi Szász Melinda viselete pedig 19. századi díszmagyar öltözet volt, amely mintául szolgálhatott a császárné koronázási ruhájához. Az öltözékhez diadém, fátyol és kesztyű is tartozott. Ördögné Vilman Melinda pedig szintén korabeli ruhát viselt, mely annak idején nappali viselet volt. Ő ezzel az öltözékkel Ferenczi Idát keltette életre. Ferenczi Ida nem lehetett volna udvarhölgy, hiszen ő alacsonyabb rangú volt, rejtélyes módon került fel arra a bizonyos listára, ahonnan Erzsébet királyné kiválasztotta az egyetlen hölgyet, aki mint magyar társalkodónő a szolgálatába állhatott, így került az udvarba Ferenczi Ida. Erzsébet királyné nagyon szerette őt, maximálisan megbízott benne, mint egy igazi barátnőt úgy kezelte őt. Ferenczi Ida pedig nagyon hű társa volt Erzsébetnek egész életén keresztül, meghallgatta, megtartotta a bizalmas beszélgetéseket, levelezést, olyannyira, hogy Erzsébet királyné kérése az volt, hogy halála után a naplóját égesse el Ferenczi Ida, és ez megtörtént, így Erzsébet királyné naplójáról nem sokat tudunk, csak az udvarhölgyek elmondásai naplói alapján, levelezések alapján ismerjük a királyné életének egy részét. A beöltözött hölgyeknek köszönhetően az Erzsébet királyné emlékkiállítás megnyitó ünnepsége igazi különlegességnek számított a városban. Hajdúszoboszlón még senki nem szervezett olyan kiállítást, ahol korabeli ruhába öltözött hölgyek jelennek meg a kiállítás megnyitón, és itt most 4 ilyen hölgyet is láthattunk, mi a Régi Idők Társaságának tagjai vagyunk. A Régi Idők Társaságát azt én alapítottam, és Erzsébet királyné emlékének ápolásán túl korabeli ruhákba való beöltözéssel is foglalkozunk, és minden olyan eseményen szeretünk megjelenni, ahol egy kicsit becsempészhetünk az emberek életébe egy kis örömet, azáltal, hogy a múltba visszacsöppennek. Melinda a kiállítást 2 ok miatt hozta tető alá. Az adta az ötletet, hogy 2 is évfordulóban 2012-ben 145 éve koronázták magyar királynéve Erzsébet királynét, és 175 éve született. Az Erzsébet királyné emlékkiállítás december 20-áig látogatható a Békehotelben.